Beszélgetések az élet minden területéről, nőkről, nőknek. Ez a Női Térelő Podcast Tiljudittal. Nagyon sok szeretettel köszöntöm az Arándok.ma Női Térerő podcast adás hallgatóit, uh, már a második évadban. Ebben az adásban elsősorban nőkről szólunk, de nem csak nőket szeretnénk megszólítani, úgyhogy bízunk benne, hogy Előbb-utóbb sok férfi hallgatónk is lesz. Köszönjük szépen a támogatóinknak, hogy lehetővé teszik azt, hogy ez a műsor tovább éljen, és igyekszünk olyan témákat és olyan nőket megszólítani, akik azt gondoljuk, hogy mindannyiunk számára sokat adhatnak, illetve olyan élethelyzetekkel, nehézségekkel, vagy akár éppen örömökkel, módszerekkel szeretnénk megismertetni benneteket, amelyek azt gondolom, hogy bármelyikünkkel megtörténhetnek, illetve akár segítséget is adhatnak. A mai adásban Kozmakata a vendégem. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Kata! Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a hívást! Én köszönöm, hogy eljöttél, és Katáról azt kell tudni, hogy gyermekpszichodráma csoportokat vezet. Van egy műhelye is, amit ugye nem egyedül hozott létre, de nagyon szeretném, hogyha ezt majd így kibontanánk közösen. És igazából én azért gondoltam, hogy beszélgessünk erről. Mert ez egy fantasztikusan jó módszer arra, hogy ö, azoknak a gyerekeknek, akiknek mondjuk nehézségeik vannak, vagy eltérnek az átlaktól, vagy szoronganak, vagy ö, egyáltalán, de majd ezt elmondott pontosan. Szóval, hogy ö, egy nagyon-nagyon jó módszernek gondolom, ami segíthet, támogathatja őket. Kezdjük talán azzal, hogy ö, tegyük egy kicsit tisztába ezt a fogalmat, hogy mit akar az, hogy pszichodráma. Mhm. Uh -huh. Hát mindenek előtt meg kell különböztetni, hogy van felnőtt pszichodráma, és van gyerek pszichodráma. A felnőtt pszichodráma most már egy viszonylag közismert módszer azért. A gyerek pszichodráma is kezd így előtörni. Körülbelül egy olyan 30 éve képződünk ebbe, mert nem én, hanem személyesen, hanem hogy itt Magyarországon. Egy, egy csodálatos ember és szakember, Kende Hanna, Kende B. Hanna ö, ö, dolgozta ki ezt a hazánkban is ö, ö, alkalmazott módszert. és ö, Hát nagyon-nagyon sok különbség van a felnőtt és a gyerek között, de most elsősorban azt mondanám, hogy a gyerek egyáltalán nem értelmezünk. Tehát mm -hmm. ott uh, tulajdonképpen csak játszunk, és uh, sokkal kevésbé konkrét helyzeteket játszunk el, mint inkább uh, a mese szimbólumain keresztül. Tehát ilyen értelemben uh, kapcsolatban állhat mondjuk a meseterápiával is, vagy ahhoz is lehetne hasonlítani ott meg mondjuk a legfontosabb különbséget abban ö, lehetne megfogalmazni, hogy a mondjuk a meseterápiáknál ott konkrét mesékkel, népmesékkel, lehet hogy a gyerekeknél népmesékkel dolgozunk, vagy dolgoznak a terapeuták. Nálunk pedig ö, tulajdonképpen a gyerekek saját maguk találják ki, hogy kik legyenek, ők elmondják meg a szerepvágyukat, és ö, ehhez találnak egy történetszállat is, hogy mit szeretnének, hogy mi történjen velük, és ebből egy közös mesét szövünk, és ezt elevenítjük meg. És így hat ez a módszer magában, tehát a, a játéksodrában. Nagyon-nagyon sokat tudok erről mesélni, meg szívesen mondok példákat is, hogy hogy működik, de... Ö, nagyon örülnék, hogyha bemutathatnám a csapatomat is. Egyszer együtt, mert igen. igen, mindenképpen kérni szerettem volna, hogy mesélj erről a műhelyről. Igen. Ez a lepkendő műhely, ezt tulajdonképpen ö, egy kicsit összetettebb, mint simán gyerek ö, csoport. Tehát nem csak az, ö, ö, ezzel a módszerrel dolgozunk, mert a ö, két kolléganőm közül az egyik, és én magam is képződünk, ö, Képződöm mozgásterápiában is. És nagyon fontos az számunkra, hogy a gyerekek, amikor eljutnak a saját meséjükhöz és történetükhöz, akkor azt megelőzze egy olyan folyamat, amiben ráhangolódunk a testünkre, uh -huh. hogy valóban érezzük, hogy mi is van bennünk, hogy mik mozgatnak, mert tulajdonképpen eznek az egész módszernek a lényege, amúgy a gyerek is hogy egy biztonságos, megtartó térben, ahol nagyon jó figyelmet kapnak a gyerekek, és tulajdonképpen a másik nagyon fontos, hogy fel is szabadítjuk őket, tehát mi is gyerekként vagyunk ott közöttük, terapeuták, hogy itt eljussanak a saját témájukhoz. És egyébként ez egy bemulatos dolog, ami történik, mert hogy, mert hogy ez a csoda mindig megtörténik, hogy eljutnak hozzá, és szinte anyanyelvi szinten lefordítják az ő érzéseiket szimbólumokra, és ezt eljátszák. És ez mindig egy akkora nagy meglepetés a számunkra, tehát egy ilyen nagyon jelenléti, csodálatos műfaj, amiben, amiben megtörténik valami, amit előtte nem tudtál, de tűpontosan kifejezi azt, aminek a, ami egy, amire a gyereknek szüksége van. Hmm. És nem csak az történik, hogy rátalál a témájára, hanem akkor ezt el is játszhat, tanúk előtt játsz el, és van lehetőség a témájával dolgozni a mesén belül, és mondjuk meghaladni azt a nehézséget. Tehát teszem azt, hogyha valaki valamilyen nagy nem tudom, ellenséggel küzd, vagy nem tudom, általában ezek mi vagyunk, az ellenségek. Ja, mert hogy kettős vezetés van, és ö, mi vagyunk azok, akik ö, bevonhatók ö, bármiféle negatív szerepbe a történetbe, akik ellen küzdenek. Uh -huh. És hát tulajdonképpen ezt teremti meg a csodát a, a folyamatban, hogy ők ö, fogják magukat, megtalálják a témájukat, eljátszák, és ott Spontán történésekben meghaladják, és ennek vannak tanúi. Uh -huh. ö, ugye én is gyerekekkel foglalkozom, és azért megmondom őszintén, hogy így a szakmában is nagyon gyakran látom azt, hogy főleg azok a gyerekek, akik mondjuk valami nehézséggel küzdenek tényleg, vagy mondjuk eltérnek az átlagtól, tehát, hogy őket azért nehéz megszólítani, nehéz benne tartani mondjuk egy tevékenységbe, és tény is való, hogy minden kisgyereknek ugye a mese azért valahol, tehát, hogy valahol igen, lételemük, meg a játék, de hogy nem tudom, hogy te ezt tapasztaltad e hogy, hogy ezekkel a gyerekekkel azért különösen nehéz. Vagy ez a módszer tulajdonképpen pont ebben tud valami fajta fordulatot hozni, hogy, hogy ők is együttműködővé válnak például? Abszolút. Abszolút. Tehát elképesztő az számomra is, ahogy, ahogy megtörténik az, és minden alkalommal megtörténik, hogy azok a gyerekek, akik egyébként nagyon nehezen tudnak a bőrükbe is akár ott lenni, vagy ficeregnének, vagy ilyen olyan, főleg különösen szorongó gyerekek járnak hozzánk, de erről már mesélek már sokféle gyerkőt, hogy valahogy ez a közös nyelv, meg a mese, meg az, ahogy mi ott vagyunk, szerintem az egy nagyon nagy kulcs, hogy mind a hárman, és akkor vissza is térek, hogy bemutassam magunkat, mert jól elfelejtettem. Szóval, hogy, hogy, hogy mi magunk, és ez nagyon fontos pontja a terápiának, hogy gyerekek vagyunk közöttük. Tehát nekünk nem felnőtt pozícióból kell lenni, hanem játszani kell, és oldani, és oldani, és folyamatosan abba az irányba terelni. Nyilván nagyon struktúrált egy alkalomnak a menetet, Menetem. tehát megvannak a nagyon fontos keretek, meg a módszertani szabályok, de hogy, hogy, azon belül ők azt látják, hogy itt tulajdonképpen azért ez az meg van engedve, hogy én ficeregjek, meg van engedve, de hogy mindig van valami nagyon izgalmas, ami következik, és amiben érdemes beleszállni úgy, ahogy tudok most ott lenni. És szerintem ez, ez a legnagyobb na kulcs, egyrészt, hogy kis létszámú csoportok vagyunk, tehát ez nagyon igen. fontos, hogy ketten ö, vezetjük a csoportot mindig, és hat-hét fő van maximum, tehát nagyon jó jelenléttel meg figyelemmel tudunk ott lenni közöttük, és ö, igen, szerintem ö, nagyon meglepő egyébként, de, de soha még olyan probléma nem volt, hogy volt egy csoportunk, amiben két adhd kis kisfiú is volt, és nagyon-nagyon nehezen voltak, és nagyon gyorsan egymásra is cuppantak mindig, meg <síns> lenni. megtaláltak egymást, és ott is valahogy tudtak olyan terápiás bevatkozások lenni, meg olyan menet, amiben volt egyszer, hogy így szorították egymás kezét, hogy nem engedik el. Tehát ilyen, ilyen helyzetek is vannak, és akkor így fogják egymás kezét, és azt találtuk ki a katussal, hogy ő megfogja az egyik gyerek lábát Kátúról, én a másikét, és mindezt ilyen jópofa nevetéssel, és ők maguk is nevettek, és próbáltuk így elhúzni őket. És azzal, hogy így nagyon erősen húztuk őket, az tulajdonképpen ők meg ellentartottak, tartottak, és szorítottak egymás kezét. Ameddig egyébként ők kontakt, kontaktban voltak egymással, addig ilyen civódásos volt. Uh -huh. De itt átalakult ez a terápiás fordulat egy szövetségi kettő között. Ez most már Aha. nem ellenségek voltak egymásnak, hanem Aha. meg kell tart, tartanunk egymást. És nagyon aranyosak voltak, mert mikor végül is mi győztünk, és elengedték egymást, akkor hú, nagyon elfáradtak, mert uh -huh. ők uh -huh. is. És aztán ott volt egy olyan tér, ami van egy ilyen kis relax uh, egyébként a csoportunkban, és akkor ott lefeküdtek egymás, és nézték így a csillagokat, így megfogták így egymás kezét, oldalt, és akkor így mondták, hogy neked már nő a bajuszod. Kérdezte egymást az egyik gyerek a másiktól, és tökre másik szinten uh -huh. uh, folytatjuk tovább ezeket a dolgokat. Tehát, hogy nyilván, hogy van, ahol be kell avatkoznunk, de hogy. Alapvetően ez egy nagyon jó tér erre, és ezért vagyunk ott. Uh -huh. Uh -huh. Ha jól tudom, akkor ugye itt van egyéni és csoportos foglalkozás is. Uh, nem tudom, hogy feltétele egyik a másiknak, uh, vagy ez mehet teljesen, tehát hogy van, aki egyéni terápiára szorul, van, aki pedig jobb, ha csoportba jár. Nem tudom, hogy milyen különbség van, uh -huh. vagy kinek Ilyen érdemes. Jó Uh -huh. Nagyon jó kérdés. Uh, általában azoknak a gyerekeknek szoktuk az egyéni uh, terápiát, ott én egyébként így bábozom a gyerekekkel, tehát ott én vagyok az összes többi szereplő a meséjében, uh, akik uh, valamiért uh, nem csoportképesek, uh -huh. tehát vagy azért mert a nem nem tartott, és mondjuk olyan agresszív, vagy... Na, szóval ezek a játékok azért sodró játékok, és hogyha nem tudom mettől meddig tartok, akkor egy gyerekek azért veszélyes tud lenni. Tehát van egy ilyen. De nagyon sokféle ok miatt uh, lehet így dönteni. És van olyan szülő, aki ki direkt kéri, hogy ő egyénibe szeretné járatni a gyereket. illetve van olyan gyerkőc, aki még kicsi, mondjuk az öt éves, én korban, ahol még ahol még. Uh, nem biztos, hogy arra megérett, hogy a csoportba tud úgy uh -huh, figyelni, uh -huh. megkapcsolódni. Egyébként a kapcsolódási nehézségeket nagyon-nagyon szuper a csoport, hogy ezt áthidalja. De aki jár hozzám egyébként egyéniben, nagyon sokszor bíztatom, hogy, hogy lépjünk tovább utána csoportba, uh -huh, mert ez uh -huh. fontossá válik. És most akkor nagyon szeretném bemutatni a tímemet. <gül> <gül> Igen, bocsánat, tényleg őket. elkalandozunk mindig. Én kalandozok el <laughs> folyamatosan. Szóval hárman dolgozunk a lepkendő műhelyben, és nagyon fontos, hogy így egymás szakmai tapasztalatából nagyon sokat tudunk tanulni. Én vagyok az, aki a, az Individuál Pszichológiai Egyesületnél a, egyébként Kende tanultam még annak idején ezt a gyerekpszichodrámát, és a én mentálhigiénés szakember vagyok egyébként, mégis pedagógisként dolgoztam korábban jelenleg pedig ö, integrált tánc és kifejezés terapeutának képződöm és a két kolléganőm pedig ö, elképesztő csodálatos emberek, ö, ami egyébként nekem nagyon-nagyon fontos, mert nem csak szakembereket kerestem magam mellé, társnak, hanem hanem olyanokat, akiről biztosan tudom, hogy ö, hogy nagyon jó lesz nekik ö, a gyerekek között és a gyerekeknek velük Uh -huh. Bizser Roberta az egyikük, aki óvodapedagógus és pszichológus, és egyébként annyi meg annyi módszertani képzettsége van, hogy most nem is fogom felsorolni mindet. Viszont annyit szeretnék róla mondani, hogy csodatos figyelme van a gyerekekkel, nagyon-nagyon megtartó a jelenléte, és Elképesztő energikus. Tehát azért is nagyon szeretem magam mellett, mert ő az, aki képes ezer, ö, ö, hogy mondjam, ezer halára is egy alkalmon, hogy így mm. finoman kifejezzem, mert ö, nagyon sokszor ö, a gyerekek sok-sok ellenséget választanak maguknak, akiket szeretnének, akiket szeretnének megküzdeni, és a Robertani egy hadsereget is képes ö, eljátszani, szóval fantasztikus energiái vannak. Walter Katalin, a másik vezetőtársam, ő pedig színházterapeuta és pszichodinamikus mozgás és táncterapeuta. Mind a kettő egy csodálatos világ, és ő nagyon-nagyon fontos, amit behoz a csoportba. Egy olyan fajta testfókuszú tudatosság, és egy olyan megközelítés a gyerekeknek és a velük való együttlétnek, ami a szimbólumok előtti uh -huh. világ. Tehát én nagyon jártas vagyok a szimbólumokba, és nagyon jól tudok ezzel a nyelven beszélni, és a, a katus emellett még nagyon-nagyon-nagyon ért ahhoz, hogy mondjuk egy koragyerekkori sérülés, ami még nem annyira kifejezhető ö, szavakban, vagy nem annyira artikulálható, esetleg szimbólumokban is nehezen hozható fel, az a testben hogyan fejeződik ki, uh -huh. és ezeket meglátja, és azért itt vannak ö, nagyon fontos ö, m, intervenciók is a csoportban, amiben, uh -huh. amiben ő részt tud venni. Ezen kívül ö, egy, egy ámuló csodálkozó, kacagó, gyermeki, lelkületű valaki, és aztán mind a hárman azok vagyunk. Uh -huh. Hát ez szerintem is és így ez a... kell, hogy, hogy így legyen, ahhoz, hogy, hogy az ember gyerekekkel tudjon foglalkozni. Igen. Önleg ilyen mélységekben, pláne. Igen, nagyon hamar barátok leszünk mi a gyerekekkel, és közösség leszünk, és figyelünk egymásra, és akkor itt uh, történhetnek meg egyébként azok a, azok a csodák, amik... Uh, még Mi? sokszor minket is meglepnek. És nagyon szívesen mesélnék erről, hogy példákkal akár, hogy Persze, el, ez, ez ha... Igen, tehát ezt szeretném is kérni, viszont azt gondolom, hogy azt is fontos lenne elmondanunk, igen. hogy tehát, hogy ezek a, a foglalkozásokat, és ezeket a foglalkozásokat megelőzi egy szülői konzultáció. Tehát, hogy számomra ez például nagyon hát furcsa, mert hogy azért alapvetően az ilyen gyerekekkel foglalkozó nem tudom, ilyen olyan foglalkozás, ami nyilvánvalóan nem ö, ilyen mélységekig, ö, hát hogy ismétlem, nem ilyen mélységeket boncolgat, mint amilyet, amilyet ti. De hogy azt gondolom, hogy. Tehát ugye ez ezért nagyon ritka, hogy, hogy mondjuk van egy ilyen szülői feltérképezés, gondolom, vagy hogy igazából miért fontos ez, vagy mi, mi történik ezen a konzultáción. A, a szülőt szeretnétek megismerni, vagy a gyereket jobban, vagy. vagy miért kell, hogy ez megtörténjen. Hát ez nagyon-nagyon fontos, hogy erről beszélünk, mert ennek a e, csoportterápiás módszernek nagyon-nagyon, e, nyilván az összesnek, de minden, ami gyerekekkel foglalkozik, nagyon fontos részei a szülők és az egész család. Tehát e, mi ugyan a gyerekekkel dolgozunk, és a gyerekek e, én kreativitása, stb. stb. tud itt növekedni és e, változni, de hogy ö, ezek azért ilyen nagyon finom szövésű dolgok, amik mindig összekapcsolódnak valahogy a szülőkkel való viszonyulással is. És ö, ezt mi nagyon figyeljük, uh -huh. és ö, egyébként nagyon-nagyon jó tapasztalatunk van a szülőkkel, akik hozzánk hozzák a gyerekeiket, azt lehet érezni, hogy nagyon nagy a bizalom bennük, na no, ha, nagyon misztikus nekik, hogy mi fog történni, tehát igen, hogy egyébként fogalmuk Azt sincsen igen, sokszor, igen. vagy így hallottam, hogy ez lehet, hogy segít, és közben nagyon-nagyon hálásak tudnak lenni, akár azért is, hogyha mondjuk valami nehezebb dologra tapintunk rá, akár az ő kapcsolatukban, a gyerek és a szülők közötti kapcsolatban, ezek szerint van utána is egy visszajelzés a szülőnek, amit ti megtapasztaltok egy... a gyerek által? Igen. Ez egy nagyon fontos része ennek a terápiás munkának. Egy egész tanéven át dolgozunk együtt a gyerekekkel, és van egy szülőkonzultáció a legelején, van egy félidőben. Uh -huh. A félidő ez nagyon fontos, mert ott nézzünk már rá, a szülők addigra már borzasztó kíváncsiak, hogy milyen csoda történik. Gondolom. Így, mi van ott mi is rá tudunk nézni, hogy van-e valami változás, amit észleltek a gyerekekbe, és itt mindig felhívjuk a figyelmüket, hogy a leges, dolgokra figyeljenek, hogy megkóstol egy új ételt, vagy elmegy már oda könnyebben, ahova nem, vagy elmondja hazafelé az úton, hogy mi történt az iskolába, pedig az előtt soha nem. Uh -huh. Tehát, hogy ezeket a kis finomságokat akkor megbeszéljük, és akkor uh, mi is egy picit visszajelzünk abból, hogy mit látunk, és Ekkora, mivel a szülők nagyon sokszor már látnak változást a gyerekekbe, megnyílik egy sokkal nagyobb tér, mint a legelső konzultációnál, ahol még egy kicsit úgy mindenki, hogy mit akarnak itt tőlem, meg, tehát hogy van egy ilyen Igen, hogy egy ne, izgalom, ne. hogy mi fog, mi fog itt történni. történni. Igen. És ott pedig jön egy ilyen plusz bizalom, amit kapunk, és megnyílnak a szülők is. Van olyan szülő, aki akkor mond el valamit, ami nagyon nehéz volt neki, és elsőre nem tudta elmondani. És akkor így tovább tudunk mendegélni egyébként, és akkor van egy záró beszélgetés, ami szintén nagyon fontos, ahol pedig az egész terápiás munkát lezárjuk, összegzünk dolgokat, megnézzük, hogy merre fele érdemes akkor tovább menni. Mi Akár az, ez folytatható is, mondjuk, aki következő tanében? vagy. Alapvetően nem szoktuk folytatni. Mert ez azért egy hosszú terápiás munka, és de van egy idő, amik szükség van arra, hogy ez gyűrűzzön tovább a gyerekekben, mert itt nagyon intenzív élmények vannak, uh -huh. és ezeknek hagyni kell időt. Viszont azért vannak olyan gyerekek, kevesebb, akinél ajánljuk, hogy egy picit hosszabb legyen a terápia, is akkor. De amúgy más dolgokat is, hogy mi. Mit tudom én, hogy kiderül, hogy mi az, amit igazán szeret a gyerek csinálni, és akkor arról beszélgetünk, hogy arra, hogy egy szakkör, vagy bármi, ahova szívesen elmenne. Szóval, hogy nem csak terápiás tér nyílik meg, hanem egyáltalán, hogy hogyan legyen tovább. És mi is mindenre nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy... És amúgy mennyire kitartóak? Mert azért... Tehát ez szintén a mai kornak a, a, az egyik, én legalábbis ezt tapasztalom, hogy azért nagyon sok mindenben belekezdenek, mondjuk akár bizalmat is szavaznak neki, de hogy hogy így türelmetlenül egyszer csak azt mondják, hogy elég vagy, ez itt el kell köteleződni egy egész tanévre. Igen. Uh -huh, itt van erről egy... Van erről egy szóbeli megállapodás, egy szerződés, uh -huh. erről nagyon komolyan elbeszélgetünk előtte, ugyanis a terápiás csoportokban nagyon fontos, hogy a gyerekek, akik egymást megismerik és megszeretik, és egy közösségbe válvetve haladnak ezen az úton, mert ez egy nagyon-nagyon közösségi tér azért, és mindenfajta csoda, ami egy csoportba tud működni, az itt működik. Itt azért az nagyon nagy hatással lenne egy csoportra, hogyha valaki ki. És ezt meg szokták hogy... érteni a szülők, uh -huh, uh -huh. és nagyon-nagyon hangsúlyozzuk az elején, hogy mekkora vállalás azért, hogy tényleg az el, aki ténylegesen aki, ezt vállalni is És azt érteni. kell, hogy mondjam, hogy végig szokták nagyon szépen csinálni, uh -huh. és hozzák, ha éppen ő nem, akkor a nagymama, tehát, hogy mindent uh -huh. is megtesznek. Szóval nekünk nagyon jó tapasztalatunk van. Igen, ezt ez nagyon jó hallani tényleg, mert, mert azt gondolom, hogy hogy, meg hogy nyilván, hogyha van egy ilyen megállapodás, akkor azért ahhoz kell, hogy tartsák is magukat az emberek. Most akkor tényleg térjünk rá arra, hogy igazából te ezt a, ezeket a foglalkozásokat kinek ajánlod igazán jó szívvel, tehát hogy mert feltételezem, ahogy így most mesélsz róla, azért egy teljesen átlagos gyereknek is sokat tud adni egy ilyen jó. folyamat. Tök jó, hogy így ezt mondod. Ezt nagyon hangsúlyoznám, hogy én ezt receptre írnám fel az összes gyereknek, mert tulajdonképpen eljutnak saját maguk leg, leg hogy mondjam, értékesebb kis kincseihez. Ezt, ezeket a kincseket fel tudják hozni, uh -huh. és meg tudják mutatni, és erre mindannyian rá tudunk csodálkozni. És ez validálva van, hogy ők ilyenek, és ők akármilyenek is, nagyon-nagyon csodálatosak és szerethetőek. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy akik általában szoktak jönni, nyilván, hogy elköteleződni, és azért részt venni ebben az egész csoport folyamatba, nem ö, teljesen átlagos gyerekek szoktak, vagy nehezen tudom ezeket a vonalakat, hogy melyik átlagos, uh -huh. melyik Igen, nem, mindannyian Igen, nagyon különlegesek, de hogy, hogy általában valami gonddal érkeznek, ez legtöbbször szorongásos ö, történet. A szülők szorongásos tüneteket látnak, körömrágás, bepisilés, ö, tudom én, ha valaki. Ö, hazudozik akár, vagy nem, nem mm -hmm, tud mm -hmm. úgy. Tehát ez, ez, a, ez az első csomag, ez a szorongásos, aztán nyilván ezek összefüggenek, de kapcsolódási nehézségekkel, hogy egyedül van az iskolába, óvodába, mm. nem, nem nagyon tud, vagy nagyon arrogánsan akar barátkozni, vagy egyáltalán nem akar aztán ö, érzelemszabályozási nehézségek, indulatkezelés, tehát, hogy dükkitörései vannak egy gyereknek, ö, vagy nagyon-nagyon visszafogott, vagy nem tudja kommunikálni az érzéseit. Nagyon sok minden van. Uh -huh. igen, igen, Ez igen. mondjuk a fővonal, és akkor emellé még egy nagy csomaga a, a tulajdonképpen valami, valami átmeneti olyan élethelyzet, lehet, hogy átmeneti, lehet, hogy egy Régóta fennálló élethelyzet, mm. ami fakadó nehézség. Ez lehet, lehet komolyabb, hogy gyász, vállás, de lehet arra is gondolni, hogy egy iskolaváltás, vagy egy kis tesó születése, Tehát, hogy nagyon sok Igen, minden lehet megterhelő egy gyereknek. És ha észreveszi a szülő, hogy ez most egy kicsit kivillentette az egyensúlyából a gyereket, akkor ebben nagyon sokat tudunk segíteni. Mm -hmm. tud segíteni. Ez nagyon jó hallani, mert azt gondolom, hogy tényleg ez egy. Ö, ö, nem sokak által ismert módszer, vagy hogy, hogy talán mivel, hogy benne van ez, hogy pszichó, tehát ez a szó, ez, ez már ö, nagyon sokakban egy ilyen ellenérzést generál, hogy, hogy azok az biztos csak a nem tudom olyanoknak való, akik valami pszichés dologgal küzdenek, Holat pedig egyáltalán nem, hanem, hanem ez tényleg egy fantasztikus dolog, és ö, és, és, nagyon szeretném, hogyha így, így tényleg konkrétan elmesélnél, tehát, ha lehet, hogy mondjuk egy, 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 történetet, hogy mondjuk mi az, amit a gyerekek kitalálnak, vagy, vagy esetleg egy olyan, olyan sztorit, az is nagyon érdekelne, ami, 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 konkrétan egy kisgyereknek mondjuk azt a fejlődését mutatta, amiért mondjuk őt oda vitték, vagy hogy valami fajta változást generált, ami, ami ténylegesen szembetűnő volt. Tudnál-e ilyesmit Igen, mondani, ó, ezer meg ezret, úgyhogy inkább csak vissza kell fognom magam. Ö, arra még reagálnék, hogy igen, ez a pszichó, ez meg szokta rettenteni a, így hales a szülőket is, meg ez a, igen. ez a téma, de hogy mi ezért így gyermekjátékdrámát írtunk a honlapunkra, és, és, így is szoktuk mondani, és uh -huh. ott a gyerekek is játszani jönnek oda hozzánk, nem pedig, mert volt egy nagyon aranyos kislány, aki mert azt hiszem óvodás csoport volt, és ö, valamelyik fél időben voltunk már, tehát december tájéken, és akkor, és akkor mondta egyik alkalommal, hogy Hát, ő azért a legszomorúbb az utóbbi időbe mert hogy a múlt héten nem tudott jönni a gyerekciódrámára. <laughs> és akkor a többiek így nézték, hogy mi az a gyerekciódráma, és hogy fogalmuk se volt róla, tehát hogy ez, ez nyilván ez, ez nem ismert. És akkor történetek, tehát ami nagyon meglepő, hogy mondjuk azt gondolnánk, hogy egy gyerek bejön ide, és akkor bármi lehet, ugye az van, hogy bármit választott, ami csak akar lenni a világon. Ö, kerethelyszínek vannak, arról már szívesen mesélek, annak van egy kis fókusz szempontja, uh -huh, hogy uh -huh. miért megyünk a tengerre, a, a bolygóközi kalandra vagy nem tudom én, a sivatagba. De hogy... <kül> Azt gondolnánk, hogy akkor mindenki szuperhős, vagy a kedvenc, nem tudom én, karaktere, Igen, vagy... Igen, meg hát fő, főként ezek a mai nagyon népszerű mindenféle förbedvények. Igen, vagy videójáték vagy nem Igen. tudom. És ott tök érdekes, hogy még lehet, hogy az elején vannak ilyenek, vagy ezek ilyen fontosabbak. Nem hinni az ember, de mondjuk van olyan gyerek, aki azt kéri, öm, hogy én egy... Öm, egy magocska szeretnék lenni, egy élettelen magocska, amelyiket uh, nagyon hosszan főztek egy fazékba, majd kidobtak az ablakon, és szépen lassan uh, eltemette a föld. És akkor. Ez, ez, ez egy kis gyerek? Ez egy. Igen, Aztán. E, ezek konkrét történetek. Vagy én egy kis uh, aknába szorult pocok vagyok, és hogy több oldalról szivárok be az aknába a víz. És uh, még ráadásul jönnek a gonosz fúrófejek is, és nem tudom, mit tegyek. Tehát, hogy nagyon sokszor így rátalálnak valami szorult helyzetre, uh -huh. hogy ők abban vannak, és e ezen az úton keresjük a megoldásokat, hogy, hogy tud-e valamit tenni magáért, vagy jöjjön valaki, aki segítsen neki. Uh, és akkor még ezek egy alkalmon belül is nagyon sok lehetőség van, de akkor ennek ugye van egy éve is, Igen. Hogy, uh -huh. hogy mi sokat találkozunk. És akkor mondanék egy olyan példát, vannak nagyon könnyen megfejthető szimbólumok azért, például a amelyek gyerek azzal küzd, hogy, hogy ő valamiért nincs elfogadva, vagy nem olyan, ami ennek. Ez egyébként egy nagyon kulcs Igen. problématika, Igen. Igen. hogy nem olyan, mint amilyennek szeretnék őt látni. Igen. És akkor mondjuk van erre egy ilyen szimbólum, hogy ő egy ö, zászló. Igen. Igen. Ö, hogy ő egy ö, zászló, akit ö, azt mondja a kérdésében, hogy ő egy zászló, akit le akarnak cserélni. Ö, a, a zászló tartó. És akkor ö, engem válasz a zászlótartónak, és akkor sokféle út lehetőség van számára. Ez most csak egy ö, alkalommal, hogy mi tud történni. hogy mondjuk megkérdezzük tőle, hogy és le, sikerülni fog ez? Le fognak tudni téged cserélni? Akkor ő választatja azt, hogy igen, sőt, már tovább, hogy is utána mi történik veled, hogy kidobnak a szemétdombot. Uh -huh, uh -huh. Akkor lehet egy másik lehetőség, nyilván, hogy mi aztán terápiásan egész biztos hogy amikor ővel ez megtörténik, hogy ott van a szemétdombom, akkor van egy lehetőségünk arra, hogy arra járjunk, vagy hát nem én, aki a gonosz vagyok, hanem a másik, és mondjuk azt mondja, hogy na hát, micsoda, gyönyörű zászló, nem, nem is értem, hogy mit keres ez uh -huh, itt, uh -huh. és köré a gyerekek is, és akkor tapsolunk, megállítjuk a mesét, és akkor és akkor ebben a helyzetben dönthet úgy a kisfiú, hogy mégis csak megváltoztatja a mese végét. Uh -huh, uh -huh. De mondjuk ez egy konkrét történet, hogy ez a, ez a zászlócska aztán a, nem is segítségért, hanem pofán vágta a zászlójával azt, a, uh -huh. a, aki őt le akarta szedni, és ez a kis fő rettentő sokat erősödött abba, hogy ki tudjon állni magáért, és fel tudja vállalni magát. És nagyon fontos volt ezt aztán a szülőkkel átbeszélni. aha. aha. És, és ő volt az, akitől olyan ajándékot kaptunk a végén, hogy nagyon köszönöm a boldogságot, amit adtatok. Jó, hát ez nagyon megható. Szóval. Igen, hát ez tényleg hihetetlen. És akkor. Van olyan is, hogy valaki mondjuk, eh, vagy egy kislány, aki pedig azt mondta, hogy egy kristály szeretne lenni, aki egy múzeumban van, és a gonosz múzeumőr, aki ott van, szóval folyamatosan vizsgálja, hogy mikor nő már meg, meg mikor lesz messzebb, meg mikor változik, meg mikor... Tudtuk, hogy milyen nehézség áll mögötte, nagyon sokszor mi ezt tudjuk, de van úgy, hogy nem olyan könnyen megfejtett. Uh -huh. Itt ebben az esetben tudtuk, és az volt a kérése, hogy hadd menjen át a gyerek részlegre. És akkor átment a gyerek részlegre, ahol ott volt egy jófej múzeumőr, uh -huh. és akkor ez mindig ad egy ilyen kompenzálást ennek a dolognak. Tehát, hogy mindig megtörténik azért annak a validálása, uh -huh. amiért uh -huh. mennek a gyerekek. És mondjuk, pont ennél az esetnél az történt aztán a szülőkkel, hogy hogy azt mesélték az utolsó interjún, hogy, hogy ez a kislány nem akar többet soha menni, fellépni oda, hova eddig járt fellépni, uh -huh. és hogy az anyuka alkódott, hogy de hát ő az a témával hozta is kislányt, hogy ő nagyon bátortalan, és hogy ilyen kis félénk, ilyen kis nyuszi, és hogy, és hogy, és hogy, most meg azt mondta, hogy kerekperec nem, és hogy az anyukának át kellett fordulni a gondolatainak abba, hogy mikor mind a ketten ránéztünk, hogy, hogy, hogy De hát ezt a bátorságot, hogy ő végre meg tudja mondani, hogy mi az, amit nem szeretne csinálni, és eddig fölment. Igen. Nem minden színpadtörténet ilyen, mert nyilván valahol meg kell segíteni, hogy olyan helyre menjen, ahol szeret lenni a gyerek, de van, ahol nem. Szóval, hogy így rengeteg ilyen. Igen, ez nagyon izgalmasan hangzik, és reggelig tudnám hallgatni, Igen. de sajnos műsoridőnk lassan lejárkata. Annyit szeretnék még zárásképpen, hogy hogy akkor hol, hol tudnak benneteket megtalálni, vagy, vagy hol kereshetnek benneteket azok, akik most kedvet kaptak arra, hogy, hogy ebben részesüljenek, vagy részt vehessenek. Igen, van egy Facebook oldalunk, ez a Lepkendő műhely, uh -huh. ahol megtalálhatnak minket, ott fönt van a telefonszám is, az elérhetőségünk illetve a gyerekpsziodreama.hu oldalon is fent vagyunk, és ott is hirdetjük a csoportokat. Jelenleg most már maximum egy-két egy kislányt tudunk bevenni, mert elindultak a csoportok, ezek indulnak, és igen, igen, tavaszig tartanak, és zárt csoportok, de mindig örülünk, hogyha keresnek minket, mert kapcsolódunk, és a későbbiekben is tudunk együtt dolgozni. Nagyszerű. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és meséltél erről, és én nagyon bízom benne, hogy sokaknak felkeltette az érdeklődését, mert tényleg egy szenzációs dolog is, és, és hogy, hogy, hogy lehet segíteni nem csak... Tehát, hogy azt gondolom, hogy tényleg a gyerekek életkorát és, és lételemét figyelembe véve működtök, és, és így azt gondolom, hogy biztos, hogy nagyon hatékony lehet ez a módszer. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és a hallgatóinknak pedig azt, hogy ma is velünk tartottatok. Legyen ez így legközelebb is. Sziasztok! Köszönöm szépen! Ha tetszett ez a tartalom, akkor kövess minket, iratkozz fel csatornánkra és támogass missziónkat a zarándok.ma per támogatás oldalon keresztül. Köszönjük!